Nézzük meg ezúttal a Re-Racing 3-at is a Honor 4X-en. Ez ugye az Electronic Arts népszerű játéka, amely már nem mai, hiszen több mint 2 évvel ezelőtt, de még grafikában mindig jó, illetve rendkívül népszerű, köszönhetően a kisebb változásoknak, illetve a frissítéseknek, amelyet az Electronic Arts kiadott így a játékra. Megnézzük, hogy hogyan is lehet játszani. Nyilván először a különböző szenzorokat kell tesztelnünk. És már kezdődik is a verseny. Ami látszik, hogy visszapillantó tükörben és vannak ábrák, ami azt jelenti, hogy egy picit magasabb grafikai részletesség mellett megy a játék, illetve a kormány alatt látható a fordulatszám mérő, illetve a sebességmérő óra mozgásai is. Ami mindenképpen pozitívum, ez nem sok középkategóriás készülékben van így, hogy ez látszik. Például az Adreno 306-ossal szerelt Qualcomm Snapdragon 410-es chipeknél például ezt nem nagyon szokta bírni. Bár az előbb láthatunk egy pici aprócska kis hibát, textúra hibát, illetve hogyha bemegyek, belül látszik az ablakon a törés, ami megint csak, vagy a repedés, ami megint csak jó. Kívül is teljesen jól látszik, tehát szemben mondjuk Modern Combattal, egy Terrain Racing 3-ban a Honor 4X sokkal jobban szerepel, mint ahogy azt várni lehetett. Még poros versenyek mellett sincs igazából probléma. Úgy tűnik tehát, hogy teljesen szépen lehet játszani ezzel a játékkal itt a HD kijelzőn. Tulajdonképpen hiba nélkül az erősebb grafikus részletesség mellett tud játszani, illetve tud futni a Re-Racing 3 Honor 4X-en. Ez mindenképpen pozitívumként említhető.